Köszöntelek benneteket, köszöntöm Önöket. Sokan megkérdezik tőlem, és időnként én is megkérdezem magamtól, miért vállaltam, miért jó ez nekem. Hiszen van tisztes nyugdíjam, szolid, de sikeres családom, és feladatom is bőven. Akkor miért? Mert a nyíregyháziak nap mint nap megszólítanak a boltban, az utcán, és mondják, és mondják. És én is úgy gondolom, hogy igazuk van. Elég volt. Elég volt. Elég volt a visszamenőleges törvénykezésből, a jogállam szétveréséből, a hatalmi ágok, a médiumok Fidesz alárendeléséből, a civil szervezetek zaklatásából. Elég volt, hogy az alacsony jövedelműek és a kisvállalkozások viseljék a nagyobb terheket, hogy sok százezren élnek olyan alacsony nyugdíjból, ami a minimális szükségleteket sem elégíti ki. Elég volt, hogy a fiatalok, a rászoruló családok nem jutnak bérlakáshoz, és hogy leállították a panelprogramot. Ezen változtatni kell. Elég volt, hogy drasztikusan csökkentette a kormány a rokkant nyugdíjak összegét, és hogy még mindig nem oldódott meg a legnehezebb sorsban lévő 150 ezer devizahitelesnek a problémája. Elég volt. Elég volt, hogy luxus beruházások valósulnak meg, és lehetne sorolni akár városonként, hogy melyek ezek, és közben nem jut elég pénz az egészségügyre és az oktatásra. És elfogadhatatlan, hogy orvos vagy finanszírozási hiány miatt nem jutnak a betegek időbe ellátásra. És már túl sok idős és fiatal menekült az alacsony bérek miatt külföldre. Elég volt, változtatni kell, változtatni szükséges, és változtatni is fogunk ezen. Elég volt, hogy valamennyünk adóforintjából milliárdokat, tízmilliárdokat, százmilliárdokat költ a Fidesz kormány gyűlöletkampányra. Pedig az emberek megértetnék a különbséget, hogy mi a különbség a háborús menekült, a jobb megélhetés reményébe útnak indult, a fiatal vállalkozó és a bűnöző között. Azt is megértené, ha elmondanák neki, hogy az ország érdekében a keresztényi szellemiség megtartásával mikor, milyen cselekedet jó az, ami jó az országnak, és jó a rászoruló embereknek is. Ehelyett a kormány és a fideszesek gerjesztik a félelmet. Beteljesednek József Attila szavai. A szegénytől fél a gazdag, és gazdagtól fél a szegény. De nálunk nem csak erről van szó. Lassan mindenki fél valamitől, vagy valakitől. Ezen változtatni kell, ezt nem lehet tovább tartani. Változtatni kell, mert a lelkünkbe ég, és hosszú évek kellenek ahhoz, hogy elhiggyük azt, hogy nem kell ebben az országban félni. Én a béke, a párbeszéd egymás tiszteletének és elfogadásának a híve vagyok, és ezt várom el másoktól is. Senkit nem fogok megszégyeníteni, családját közprédává tenni. Én nem akarom látni sem az egyik, sem a másik párt politikusokat, embereket, kifigurázó, megalázó plakátjait. Húsz év polgármesterség, hét győztes választás után tudom, hogy képes vagyok a nyíregyháziakat összekovácsolni. Ha a város... Ha a városlakói megértik, hogy nem a pozíció miatt vállaltam ezt a feladatot, és segítenek, hogy legyőzzük a közönyt, a kiábrándultságot,
és mi magunk is elhiggyük, hogy közös erőfeszítéssel lehet változtatni. Akkor lehet változtatni, és tudunk is változtatni. Az országban is, és Nyíregyházán is. Hogy a korábbi önkormányzati ingatlanokat ne adja el az állam érték alatti árért Fidesz közeli vállalkozóknak. Hogy látványberuházások helyett és mellett többet fordítson az önkormányzat az emberek lakásgondjainak megoldására. Hogy ne csúfítsa a városi börtön a belváros szépségét. Hogy ne ismétlődhessen meg a Nyírvévénél és a kórháznál történt visszaélések és bűncselekmények. Ezen változtatni kell. Van feladatunk bőven. Április 8-án mindenkinek több körbe kell nézni. Azoknak, akik változást akartak, de otthon maradtak, és azoknak is, akikben nem volt kellő alázat annak érdekében, hogy egy igazságosabb, békésebb Magyarországot építsünk. Én tiszta lelkiismerettel akarok a tükörbe nézni, és remélem, hogy ti valamennyien segítetek ebben.